Drávaszöged kulturális misszió néven kötött kulturális együttműködést a Szegedi Pince Színház és az Eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ. A dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő és kormánybiztos fővédnöksége alatt futó misszió arra hivatott, hogy évente kétszer magyar színházi előadásokat hozzanak a Magyar Oktatási Központban tanuló óvodásoknak, alsó és felső tagozatosoknak, illetve középiskolásoknak. Április 4-én és 5-én három előadással érkeztek Eszékre. Nem engedik! Nem engedik! Megőrülni! Megőrülni! A gabonát! Egy nem mindennapi látványosságot, egy felnagyított bábszínházi előadást, egy élő szereplős bábjátékot láthattak a gyerekek Eszéken. A Szegedi Pince Színház Vitéz Lászlója sok-sok nevetéssel töltötte meg az intézmény rendezvénytermét. A történet bizonyára kevesek számára ismeretlen, ám a generáció kedvenc Paprika Jancsiját ebben az előadásban már élő hanghatások követik, és elismert színművészek mókáznak a felnagyított bábszínházi paraván díszletében. A szegedi vendégelőadók a Drávaszöged Kulturális Misszió nevű együttműködés keretében érkeztek az iskola központba. Egy véletlen találkozás műve, és a véletlenekből ilyen szép történetek születtek, és a Drávaszöged produkció, így neveztük el, hisz szögediek Szegedről érkeztek, és főleg drávaszögiek fogják az előadást megnézni. Innen a kapcsolatunk, én úgy gondolom, hogy a beszélgetés során egy olyan kép alakult ki, ami minket arra predesztál, hogy tovább is együtt működjünk, úgyhogy én bízom abban, hogy hozzánk ellátogató Vörösmarty Laskói gyerekek is látják és meglátják azt az értéket, amit a Horvátország Magyar Oktatási Művelési Központ képvisel, hiszen nem csak oktatásból áll az életünk itt, hanem a kultúrából is. A Pince Színház három előadással érkezett Eszékre. Az első nap Móra Ferenc Didergő királyát, valamint a Vitéz László és az Elátkozott Malom című élőszereplős bábjátékot adták elő, másnap pedig az Abigailt, Szabó Magda régi magyar ifjúsági regényének színpadi adaptációját mutatták be a nagy érdeműnek. Mi nagyon szeretünk Horvátországba járni, ugye Szegedről nincs is annyira közel, de ettől függetlenül pár három éve nagyon jól működik a Szeged-Arad Színház tengely, az Aradi Kamara Színházzal működünk együtt közösen, ahol közös produkciókat hozunk létre, és eljátszunk Szegeden is, és Aradon is. Ugye Arad-Szeged igazából 60 kilométer, tehát nem egy nagy távolság, és így jött az ötlet, hogy keressünk más kapcsolatot, és akkor itt Horvátországban ugye nagyon kevés a magyar színház, vagy nincs is így konkrétan magyar színház, úgyhogy így megkerestük Andócsi János igazgatórat, és így előálltunk az ötletünkkel, és hát ő nagyon-nagyon tárt karokkal fogadott bennünket, aminek nagyon örültünk, és ennek az a lényege, hogy ez a Drávaszöged kulturális misszió, hogy magyar szerzőktől, magyar nyelven, magyar színházi előadásokat hozunk le ide. Egy évben kétszer, és az összes korosztálynak megpróbálunk összeállítani egy programot. A mi színházunk egy kicsi stúdió színház Szegeden, ugye Szegednek van három színháza, egy a Nemzeti Színház, annak van egy kis színháza, de az is 400 férőhelyes, és van a stúdió színház, ami mi vagyunk, a Szegedi Pince Színház, ez egy 70 férőhelyes kis színház, ami azért jó, mert igazából bármit bemutatunk, mindig egy kicsit újszerűen hat ugye a közelség miatt, hiszen szinte mint egy film, minden rezdülést lehet látni a színész, ahogy játszik a színpadon. A Szegedi Pince Színház 2001 óta a magyarországi város egyetlen állandóan működő stúdió színháza. Elsődleges céljuk az, hogy olyan előadásokat ismertessenek meg a nézőkkel, és ezeket olyan formában játsszák, amelyek eddig még nem, vagy csak nagyon ritkán láthatók.
kortárs írók műveit viszik színpadra, több zenés produkciót, musicalt is bemutattak már, emellett létrehoztak egy állandó színészekből álló zenekart is. A szervezők remélik, hogy hamarosan ismét vendégül láthatják majd őket Eszéken.